Négy év kitérő után két esztendővel ezelőtt tért vissza Nyíregyházára Busz Iván. Az irányító az elmúlt szezonban kulcsembere volt a kék cápáknak, amit az is bizonyít, hogy a játszott perceket tekintve 35 perccel a harmadik helyen zárt az NB1B keleti csoportjában. A 6,81%-os gólpassz átlag az első helyet jelentette a vonatkozó kategóriában, de a közel 20-as értékindexel elért 15. és a közel 13 pontos átlaggal elért 22. helye miatt sem kell szégyenkeznie a 23 esztendős kosarasnak. Így érthető, hogy a klub vezetői szorgalmazták a szerződés hosszabbítást. Nem sokat hezitáltam, egyébként nagyon jól éreztem magam az idei szezonban, sőt mondhatom, hogy karrierem egyik legjobb szezonján vagyok túl, nem feltétlenül teljesítményre gondolok, hanem nagyon jól éreztem magam, nagyon hamar összeállt a csapat, voltak félelmeim kicsit a szezon elején, hogy fogunk együtt működni, de tényleg a téli, meg tavaszi menetelésünkre, hogyha gondolok, egy szuper közösség kialakult, mind a pályán belül és kívül, és igazából április vége fele már pedzegette Ernő, hogy szeretne velem leülni, és beszéljünk a továbbiakról, és mindenre nyitott voltam, és hamar meg is egyeztünk. A csapat gyakorlatilag együtt marad, az amerikai Emani Gent és Fazekas csapat távozott, hazatért viszont a saját nevelési Cinger Zoltán. A 14 csapatos, keletről és nyugatról összevont mezőnyű NB1B rendkívül erős másodosztályú bajnokságnak ígérkezik. Nagyon várom a jövő évi szezont, szerintem egy nagyon kompetitív, erős bajnokság lesz. Cinger Zoli érkezésének kifejezetten örültem, nem csak mint játékos, nekem nagyon jó barátom, gyerekkorom óta utánpótlás válogatottokban is szerepeltem vele együtt. Pakson is csapattársak és lakótársak voltunk, úgyhogy szerintem nem lesz nehéz beilleszkedni ebbe a közegbe. Most annyiban kicsit változtatni kell majd a játékunkon, így, hogy a Zoli érkeztével valószínűleg nem a magas posztra fog érkezni légiós. Én, ugye Csabi távozott, a többi fiatalnak valamilyen szintet kell lépni, gondolok itt Sitku Marcira, vagy Mokánszki Mátéra, esetleg Vaskó Gyurcira, és ugyanúgy a kemény munkát bele kell tenni, mint ahogy idén beletettük. Edzünk sokat, a csapat magja együtt maradt, ismerjük egymást, és bízom benne, hogy négy közé szeretnék bekerülni, onnantól pedig bármi lehet. A nyíregyházi együttes július 31-én kezdi el a felkészülést. Busz Iván azonban már július 24-én edzésbe áll, ugyanis meghívót kapott a tájváni univerziádéra készülő válogatottba. Szinte semmiből jött a megkeresés, tehát semmi előzménye nem volt. Igazából a kocsiban ültem és kaptam egy telefonhívást az MKOS-től, hogy lenne kedvem, van-e tanulói jogviszonyom, illetve hogyha van, akkor lenne kedvem felkészüléssel tölteni a nyarat, és hogyha úgy van részt venni az univerziádén Tájvánba, hát nagyon megörültem a felkérésnek, egyből igent mondtam, már kaptam is a részletes programot, Debrecenben lesz az edzőtábor, egy 2-3 hetes felkészülési időszak lesz, utána pedig, ha minden igaz, akkor utazok Tájvánba. Nagyon örülök neki, nagy megtiszteltetés, kicsit ez más, mint az 20-as EB volt, de nagyon várom, és remélem, hogy csak szeptemberben tudok bekapcsolódni az itteni munkába majd. Az univerziádé válogatott szakvezetője a Debrecen edzője Berényi Sándor. Busz Iván csapattársa lesz többek között a nyíregyházi nevelésű Polyák László és Kósa Tamás is. Az egyetemisták és főiskolások világjátéka augusztus 19-től 30-áig tart a tájvani Taipeiben.